Tudatosság, önfejlesztés, motiváció. Ez itt a Stories Podcast. A mikrofon mögött dr. Orosz Szintia. A Stories Podcast kérdéseit a Stories Card az élményorientált önfejlesztő kártyáték inspirálta. 86 kérdés végtelen válasz az őszinte és jobb kommunikációért. www.storiescard.hu A műsor vizuális tartalmát a Visual Gent biztosította. A műsorvezetőt az Idgör Budapest öltözteti. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Stories legújabb adásában, és hát Rubin Réka után egy hát csodálatos, személy köszöntök, személyt köszönthetünk itt nálunk, Kölő Babett színésznő műsorvezető a vendégem. Szia Babett! Szia, sziasztok! És hát nagyon sokat gondolkodtam nálad is, hogy mi lenne az a téma, amit ki tudnánk emelni, és amikor így még tervezgettem a műsort, hogy elkezdem újra, most már negyedik alkalommal, nekifutok egy teljesen új szériának, tematikus, mély témákkal, akkor így em, em, beszélgettem emberekkel, és gondolkodtam azon, hogy kiket hívjak meg. És mindenki azt mondta, amikor a Babett a te nevet felmerült, hogy igen, a Babett. A... Köszönöm szépen! A Babett ő mindenkivel kedves, alázatos jó fejű biztos el fog jönni, és hát lám, itt lettél, és nagyon sok történetet hallottam rólad, még riporteri koromban is, Pucatillától például. A színésztársam férjemet játszott egy darabban, nagyon szeretem az Atikát is. És azt gondolom, hogy az önazonosság és a hitelesség kapcsán te egy autentikus példa tudsz lenni, és át tudsz adni olyan gondolatokat a nézőknek, amelyek esetleg az életük bármely elakadásában, vagy csak az életminőségüket javítani tudják, mert ez a, ez a, ez a csatorna, ez arról szól, hogy kicsit legyünk tudatosabbak, öm, önfejlesztettebbek, próbáljuk kihozni magunkból a legjobbat. Úgyhogy így csapjunk hát, is a. Köszönöm, a... hogy rám gondoltál, hát, hát, ha lesz két jó gondolat, amit magukkal <laughs> tudnak vinni a nézők. Nagypapád gondolataira fűznék vissza. Több interjútban hangsúlyoztat, hogy nagypapád mindig azt tanította neked, hogy sose szállj el, egyszer fenn, egyszer lent. Igen, mert van felénk egy mondás, hogy az a kalász tartja magasra a fejét, amelyik üres. És, és gyakorlatilag, mert hogy amelyik tele van maggal, az ugye szépen meghajol. És, és, és igazából nem is kell nekem erre odafigyelni, mert hogy vagy ösztönösen hozom, vagy a családból hozom, vagy vagy valahonnan fentről ezt az egészet, de hogy de azt gondolom, hogy nem ezek a fontos dolgok. És és Magyarországon nekem olyan, hogy sztárság, nekem az, az úgy nem is igazán létezik. Tehát, hogy, hogy aki nekem sztár, az mondjuk egy Anthony Hopkins, egy, egy Jennifer Lopez, egy Brad Pitt, aki most a városba forgat, és nagyon remélem, hogy egyszer összefutok vele. Tényleg? Itt, Itt van. Budapesten jelen pillanatban, igen. Uh -huh. Hát Tehát, hogy nekem ők sztárok, de Magyarországon azért ebben az esetben erről nem nagyon beszélhetünk, azért ez egy nagyon kis játszótér, és, és igen, a, és vannak sikeresebb időszakok, nekem volt sok sikertelenbe is részem, meg szerintem mindenkinek, aki, aki erre a pályára lép, és és amikor te éppen sikeres időszakodban vagy, akkor is azt gondolom, hogy ha alázatosan keményen dolgozol, akkor ez a siker talán hosszabban kitolható. De, de aki ezen a kis piacon elszáll magától, és láttam rá azért nyilván számos példát, azon mindig így nevetni tudok. Az tárolőrökön is nevetni tudok, ezért megmosolyogtat igazából. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én ezt nem látom így meg igazából, ami szerintem a kulcsa ennek az egésznek, hogy én a munkámat szeretem, nem a vele járó körülményeket. Tehát én a munkámért rajongok, én akkor érzem, hogy élek, amikor kamera, kamera előtt vagyok, vagy színpadon vagyok, de, de semmiképp sem a külsőség hajt. Tehát nem az, nem az érdekel ebből az egészből, hogy kettővel többen felismerjenek az utcán, hanem az, hogy amikor ott vagyok, forgunk, élőbe vagyunk, és akkor egyszerűen azt érzem, hogy így, így, megindul az oxigén áramlása az ereimbe, és hogy élek végre. Tehát, hogy igazából azt hiszem, hogy inkább ez a lényeg. Tilla Tilla mondta, hogy akkor jó egy műsorvezető, hogyha ön azonos és erre többször ráfűztél riportokban, gondolatokban. Mert a legnehezebb önazonosnak lenni. Tehát az ember kitalál magát, is egy kicsikét időnként másképp látja. És, és, én ebben például rengeteget tanulok a mellettem ülőktől, de minden téren mindig. Tehát én az a típusú ember vagyok, aki figyelek és nézek. Uh -huh. És például amikor színpadon álltam, én 0-24-ben néztem a számomra etalon embereket, Oswald Marika, Kalocsai Zsuzsi, hogy mit csinálnak másképp. És ugyanez például a majestól nagyon sok lazaságot tanultam tehát, hogy ő, ő az a fajta jó értelembe véve gátlástalan ember, akitől rengeteget lehet. Tehát hogy én folyton nézem, de a TILLától is ugyanúgy műsorvezetőként. Tehát figyelem ezeket az embereket, és csendben tanulok, hogy mitől tud ez jól működni. Kérdeztél is tőlük egyébként így? Ne, Csak általában figyelek. Uh -huh. Tehát, hogy a színpad, meg a kamera az a személyiségek harca. És nagyon sok elnéznek neked hamis hangokat, hogyha szerethető személyiség vagy, szerintem megmondom, én tanulok alázatosan, tehát hogy inkább azt hiszem, hogy ez a lényeg. Van egy nagyon kedves barátnőm, ő, ő Erdélyből indult, gyakorlatilag 14 évesen költözött Magyarországra, és semmivel, tehát hogy ő úgy éltek, hogy a tojtói WC volt nagyjából a, a kert hátsó részébe, ma 36 éves, és, a, és, és hát mindent elért, amit szeretett volna, és ő pont ugyanezt mondta, hogy ő találkozott egy sikeres emberrel, akkor ő nem köpködni kezdett, hogy, hogy ennek mennyire jó fú, hogy mi hogy csinálta, biztos izé lopott család hazudott, hanem hogy azt nézte, hogy mit csinál másképp. És, én, és akkor rájöttem, hogy én pont ugyanezt csináltam egész életemben, hogy hogy nem köpködsz, hanem figyelsz. És, és sokkal inkább előre jutsz. Meg nem kell a másikat nézni. Én tanítok két helyen, és mindig úgy vagyok vele, hogy a tanítványaimnak is azt mondom, meg a tárbanos kis versenyzőimnek mindig, amikor megy ez a ő, ő, neki, miért, a, miért az adal, miért nem ez, hogy. Tehát is mm -hmm. mindig mondom, hogy figyelj, ne nézz oldalra. Tehát ha oldalra nézel, energiát veszítesz, és elveszíted a célt. Az nem a te utad. Aki melletted van, melletted versenyző, de nem a te utad. Nézz előre előre van a mi célunk, arra fordítjuk az összes energiánkat, nem oldalra. Energiát vesztes, nincs cél, csak előre nézünk. És ez nagyon, szerintem nagyon fontos. Most néztem meg egyébként a Netflixen a Schwarzenegger filmet. Hú, az azt mondják, nagyon jó. Nagyon műek. jó, és pont ugyan egy csomó, persze én ugyanezt csináltam kicsibe, de hogy, hogy én mindig vizualizálok. Tehát, hogyha van egy álmom, amit szeretnék elérni, akkor így látom magam előtt azt, hogy azok mondjuk megtörténnek. És a filmben nagyon, nagyon boldog voltam, hogy azt hallottam, hogy ő is ugyanezt csinálta. Tehát, hogy, hogy nem volt B opciója, ezért tudott az ára koncentrálni mindig. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert maga ez a csatorna, meg én is hasonló szemléletet követek. Tehát most azért is vagy itt igazából téged, eb ezen a területen, meg több más területen is példaképnek gondollak, és ezért a ad a gondolataidat át kell adni olyan embereknek, akik szintén fejlődni tudnak. És mennyire jó, hogyha meghallgatja vidéken valaki ezt, be tudja táplálni, és esetleg nem ilyen közegben mozog, akkor egy kicsit olyan mini X-faktorszerű, Uh, vagy mini megasztár, mondhatunk bármit lényegten, de a tehetségek fel tudnak törni azáltal, hogy megnézik azokat a példaképeket, akik elértek oda, amik valódi céljuk voltak. Én mindig azt mondom, és ezt mindenkinek kicsibe nagyba, tehát a gyerekeimnek is mindig azt tanítom, hogy találj magadnak egy célt. És hogy pontosan tisztán lásd magad előtt, hogy te mit szeretnél elérni, és azt a célt te minden nap öns szavakba, tehát hogy legyenek ilyen mantráid, uh -huh. tehát hogy mindenki, Igen. és én úgy kezdek mondjuk egy ilyen önbizalom órát, hogy legyen egy mantrád. Mit szeretnél elérni? Lehet ez egy apróság, hogy mondjuk, nem tudom, le akarom tenni a, a, következő nyelvvizsgámat, teljesen mindegy, hogy mi ismert színész akarok lenni, teljesen mindegy. De azt onnantól kezdve, te naponta, amikor felkelsz, legyen meg a mantrád, amit elmondasz mindig én néha ülök a kocsiba, és hangosan mondom, hogy na, akkor 2024-ben ezt és ezt fogom csinálni, és így és így fog történni, mert én ezt akarom, és nem szeretném, hanem akarom. Olyan érdekes, hogy kicsikorunkba ezt az akarom szót így valahogy kiírtják a, a majd nagyon erősnek érzik, pedig ha te valamire vágysz, azt te nem szeretnéd, hanem akarod. És ez egy ilyen ősi szó, ezt hallottam régen, hogy a karom azért, hogy a két karommal teszem meg azt, amit én el szeretnék érni. Tehát, hogy igenis azt mondjuk, hogy én ezt és ezt akarom, és minden áldott reggel így kezdjük a napunkat. Tök érdekes, amit mondasz, mert még ráadásul a vonzás törvénye, meg Schwarzeneggernél is az van, hogy jelenbe kell beszélni, és utána, tehát montrázol, vizualizálsz, és utána elengeded. Tehát már azt az érzést próbálod lényegében elfogadni, hogy, már megvan. És, hogy már megvan. Igen, és ha van negatív gondolatom, én, azt, én azzal azt szoktam csinálni, ez nagyon vicces lehet, hogy ahogy bekúszik valami negatív gondolat, becsukom a szememet, elképzelem azt, hogy ez egy papír le van rajzolva, áthúzom egy piros x-el vastagon, összegyúrom, összegyúrom a papírt, oda megyek a kandallon ami a nappaliba van, bedobom, becsukom, és így felrobbantom. Wow. Tehát minden egyes negatív gondolatot így elpusztítok. Mit mantrázol mostanában, Bamba Hát nyilván a, a napi mantrám az úgy indul, hogy egészséges vagyok, és egészséges Én. is maradok, és ezt így szépen végigmegyek a családomon, tehát ez, ez, ez abszolút így indul a, a napom, de hát nyilvánvaló, ami nekem még kimaradt, az mondjuk egy olyan műsornak a műsorvezetése, és ez lehet nyilván élő is, vagy vagy, vagy bármilyen műsor felvételről, teljesen mindegy, ami, ami, amire még úgy, Tényleg ténylegesen nagyon vágynék, úgyhogy ez lenne a következő lépésem. Úgyhogy én mantrázok, mantrázok folyamatosan, hogy ne valaki mellett állva, hanem úgy hogy, hogy egyedül végre. Um, nagyon érdekes számodra mit, je, mit jelent maga az önazonosság? Szóval téged uh, nagyon hitelesnek tart uh, az igazából az egész média, meg valahogy úgy elfogadnak úgy, bár oké, okay volt a luxus feleség, majd meg megpróbáltak így, így. Én annak élete. nagyon sokat köszönhetek azért. Hát igen, és itt tesz, hogy az önazonos lépésnek gondolod, hogy bementél abban a műsorban? Én hálás vagyok azért a lépésemért. Én pontosan tudtam, hogy ott 19-re lapot húzok. Tehát, hogy, hogy, de valahogy éreztem, hogy, hogy ez az én, ez a, nem, hogy ez az én lehetőségem. Megfigyeltem azt, hogy minden embernek az életében van legalább két-három olyan lehetőség, ami abban a pillanatban halálugrásnak tűnik, de hogy nagyon-nagyon sokat lendít a te karriereden, a vágyaidon, a céljaid elérésében. És ez mindig egy ilyen egészen őrült dolognak tűnik. És én, én láttam sok embernél azt, hogy mi a lehetősége, és nem merte bevállalni, és én éreztem, amikor ez a megkeresztés és jött ez a ezzel a sorozattal uh -huh. kapcsolatban hogy hogy ez az tehát, hogy ez az én lehetőségem, és gyakorlatilag az anyukámon kívül senki nem bízott ebben az egészben. És nekem a férjemet is meg kellett győzni, hogy mondom, figyelj, én tudom, én tisztán vagyok vele, hogy ez most így külső szemmel nagyon-nagyon szélsőséges, uh -huh. és, és, nem, és amit akkor elgondoltam az egészről, minden vágyamat felülmúlta nyilván, az, ahogy ez az egész berobbant, az ami, az, ami kaka ömlött a nyakunkba, nyilván az a Igen. rész is, nem csak a jó része. De hogy én mondtam a férjemnek, hogy hidd el, hogy én ezen fogok tudni fordítani, és hogy hidd el, hogy ez nekem most kell ahhoz, hogy elérjem azt, amit én szeretnék. És nem anyán kívül senki nem bízott bennem, és még emlékszem, rövök vagy öcsém kinél Los Angelesbe, és mondta anyának, hogy te is a probléma része vagy, mert hogy te is bíztatod ebben a hülyeségben. <laughs> és hogy amikor bejött, akkor viszont az egész családom mondta, hogy figyelj, teljesen igazad volt. tehát ez Nem így volt van. benned félelem egyáltalán? Nem tudtad, nem. hogy hova akarsz eljutni. Éreztem. Egyszerűen temet. éreztem, hogy ez az én lehetőségem. Tehát, hogy ezt érzed időnként, hogy, hogy ezt te vagy, pláne egy picit nyitottabb vagy spirituálisan, és, és rálépsz arra az útra. Sokáig én sem jártam ezt az utat. Mm. De rálépsz Nem vagyok spirinyuszi, tehát, hogy nem erről van szó, csak egyszerűen az energiákat tudatosan használom, szerintem. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert pont a Réka ugye, nyilván ugyanitt ült, ahol te, és mondta, hogy ő energetikailag érzi szintén a dolgokat, a rezgés és ő például a műsorba is érezte, hogy jönnie kell, és beszélgetnünk kell, és kapcsolódni. Uh. És nagyon érdekes, hogy mind a ketten más karakterek vagytok, de ugyanígy az energiába is uh, hisztek, és ez visz előre. De az egész világot ez mozgatja. Tehát, hogyha elhisszük azt, hogy energiák által, tehát, a mobiltelefonodat használod, meg egy csomó mindent a világban, akkor, akkor nem, nem is értem. Tehát, hogy akkor mi, mi ezzel a probléma? Tehát, hogy ez, ez létezik, ez ez van. Um. Önazonosságról beszélünk. Mik azok az értékek, amelyek alapján éled az életedet? Próbálok nem bántani embereket, tudatosan sosem tenném, mindig segítek mindenkinek, tehát, hogy aki segítséget kér tőlem, még akkor is, hogyha előtte belém rugott, egyszerűen nem tudok nemet mondani arra, hogy segítsek. Apósomtól tanultam azt, hogy, hogy mindenkinek segítünk, és hogyha mondjuk tízből nyolcan ezért átvernek, fenékbe rúgnak, de egy vagy két ember hálás érte, akkor már megérte. Tehát, hogy nem azért segítesz, mert magad miatt, hanem egyszerűen, mert azt érzed, hogy, hogy jó adni. Úgyhogy én, én próbálom ezt az életet hogy senkit nem bántani, sosem rugnék bele mondom senkibe. A másik meg ami nagyon fontos, hogy én hiszek a körforgásban. És erről kint beszélgettünk, hogy hiszek abban, hogy van egy nagy tál tele édességekkel, és te nem csak kiveszel abból, mert az egyszer csak elfogy, hanem muszáj visszaadnod, muszáj folyamatosan visszaforgatnod ahhoz, hogy ez a körforgás működjön. Na, én ebben hiszek. Nagyon érdekes, mert sokszor nem onnan kapjuk vissza a segítséget, Soha. vagy bármit, a a ahova adtál, Igen. hanem teljesen máshonnan az univerzumból. És, és egyébként egy... annyira fura, hogy ezek az emberek, például most beszélhetünk arról, hogy milyen fura világban élünk, és hogy mennyire rossz irányba ment el, hogy a social media felületeken ventilálnak az emberek, a negativitása, stb. stb. stb., de az, az neki üt vissza. És, és ezt sosem értik meg, hogy nem, a, nem annak fáj ez, akinek megy, hanem ez, ez saját magának. Meg gondolj bele, hogy tényleg ezt is a Rékával beszéltük, tehát máshova helyezi a fókuszt. Miért nem inkább a céljaira helyezi a fókuszt az adott személy? Mérül le egy laptop elé és kommenteket írogat, meg kitalál sztorikat, ugye erről is pont beszélgettünk. Ahelyett, hogy sütne egy tepsi sütőmeint a családjának, és akkor mindenki boldog lenne. Mindenki olyan. Én ezt csinálom, ezt... amikor van <laughs> hát, itt a jó példa. Önazonossággal kapcsolatban most erről is beszélgettünk itt kint, hát minden riportalányommal azért szóba egyedül nyilván. Hogy most volt egy elég komoly történet, ami azért az önazonosságodat, a hitelességedet sértette. Hogyan élt? Ugye a szoboszlai Dominikkel összehoztak, ez azért vicces, mert meg szeretném hívni a műsorba, pont beszéltük, és kiderült, hogy nem is találkoztatok az életben. Mi S volt ott ez a történet? Én nem tudom, ez a Reddit nevű alkalmazásról indult ez a történet, hogy valami esküvőn, azt sem tudom, hogy milyen esküvőn, az, azt nem írták le nyilvánvalóan. Először legény búcsú volt, aztán esküvő, nem tudom ott, azt sem értettem, ott mi találkoztunk, és akkor összejöttünk, tehát, és ugye, hogy elvileg velem csalta a párját, és ebben az egészben az a csodálatos, hogy még az esküvő rész sem igaz. Tehát, hogy én tényleg nem találkoztam sehol ezzel a fiatalemberrel. Én hírekből, interjúkból láttam vele időnként, ugyanúgy a tévében, mint szerintem az emberek 99,9%-a. Nagyon jó sportoló, kívánok neki sok sikert. Egy fiatal kisrác, hát most de hogy, hogy került szóba a nevem, tehát ezt, ezt nem tudom. És a legfájóbb nekem ebben az egészben, hogy én, én, nagyon szeretetben és békében élek, és most meg kellett tennem az első feljelentésemet életembe, úgyhogy ráléptem egy olyan útra, amit, amire sosem gondoltam, hogy lépnem kell, de azért teszem meg, átbeszéltük nyilván a TV2-ben a sajtóosztályjal, meg egyáltalán mindenkivel, mert hogyha erre, ebben most nem állok bele, akkor mi a következő? Hát most akkor elszaladna a És én azt hittem, várja, hogy ez annyira szürreális, hogy ezt senki nem hiszi el. Tehát, hogy kezdetben még mi is megmosolyogtuk ezt otthon, mert hogy ez annyira banális, annyira nem létező sztori, hogy ezt tényleg senki nem hiheti el. És elkezdték elhinni az emberek. Úristen. Elkezdték elhinni, és ez nyomtatott sajtóba ki tudott jönni mondjuk adott esetben címlapon. Amikor a párod meglátta, mit szólt? Mit hogy a gyerekek ilyenkor mit szólnak? A csak hogy a gyerek barátja. Mila nem látta. Na, abban nyilván ebben a sztoriban most egyel szerencsésebb eset, hogy nyári szünet van, de mondjuk, mondjuk, hogyha iskola kezdésnél ez bármilyen szinten felmerül, az nyilvánvalóan neki, neki egy hatalmas trauma lesz. Ő ezt nem tudja, nem látta, ez hála a jó égnek. A férjem pedig, hát mi mosolygott először rajta, aztán nyilván, ahogy egyre jobban eldur volt a helyzet, akkor már nem nagyon tudtunk rajta mosolyogni. S ráadásul olyan dolog ér, amit tényleg nem követsz el, tehát, hogy ez, ez honnan jött, de hát mindegy, hát elindul ebből egy feljelentés, egy nyomozás. Ugye ebben az esetben a Redditnél kiadják az IP címeket, mert hogy nagyon kevesen tudják, hogy amikor letöltenek egy applikációt és elfogadják a szerződési feltételeket, amit mindenki kipipál, de senki nem olvas el, abban benne van, hogy valok, valakiről valótlanságot állítasz, és ő feljelentést tesz, akkor kiadják az IP címedet, törölheti utána a kommentet, törölheti a profilját is, ez már ott volt, úgy, hogy kiadják, elindul a nyomozás, megkapod az elérhetőséget, és akkor egy polgári peresügyben. Ez elég komoly pénzbírság. Na hát akkor itt legalább ez egy jó példa lesz, hogy ne írogassanak az emberek olyan dolgokat, amelyek nem történnek meg, és jobban meggondolják, reméljük. Hát Egyébként úgy... több felhasználónál láttam, hogy írták, hogy, hogy miért kell ilyeneket kitalálni. Tehát, hogy, hogy pont a lényegét ennek az oldalnak veszik el, és hogy hogy komolytalanná válik. Tehát, hogy megértem, hogyha valakit látsz valahol, ha lefotózod a Brad a városba, azt meg akarod osztani a többiekkel, és ez az, és az egy nagyon Igen. menő dolog. És ez a részével egyet is értek. Tehát, hogyha az applikáció erre jött létre ez az egész. Arra az teljesen menő dolognak tartom. De azt, hogy te kitalálj egy komplet történetet olyan emberekről, akik sosem találkoztak, az viszont már egy kicsikét meleg. Hát szerintem ezek mögött betege, betegelmék húzódhatnak. Uh, unatkoznak, vagy... vagy nem tudom, nincsen jobb dolguk. Nekem van, én dolgozom. Tehát, hogy így köszönöm szépen. Tehát önazonosság, tovább megyek így a témában, ugye egészség területén, párkapcsolat területén, munkában, ugye az életünk több szegmensében e, e, fontos. A párkapcsolatot tekintetében hogyan tudsz önazonos maradni? És ugye olvastam róla, hogy azért hosszú út vezetett ahhoz a babettig, ahova most elértünk. Hogyan, mennyiben segítette ő a fejlődésedet, hogy látod, hogyan alakult a te Kis mikro életed, meg az önmegvalósítási utad, így a párkapcsolattal párhuzamosan. Olyan fura, hogy nem csak én fejlődtem rengeteget az elmúlt években, hanem a férjem is. És nagyon jó irányba, egyébként. Tehát, hogy ő tipikusan az a felső vezető volt, vagy az a, az a, vállalkozó, aki, aki szerintem annak körült volna annó a legjobban, hogyha én otthon ülök, és sütögetek, és a, főzök, sütök, és a gyerekkel el vagyok, és ez sokáig, nagyon sokáig így volt, aztán egyszer csak így öntudatomra, öntudatomra ébredtem, játszottam játszottam mellette színházba, de sok időt töltöttem otthon, és, és, és egy idő után azt mondtam, hogy elég, és mondom, most én segítettem neked, én voltam nagyon sokáig a háttered, és most te jössz. Ugye, mi 18 éve vagyunk együtt, mondom, most te következel. És képzelje, hogy ez az ember, aki világ életében tényleg csak olyan beosztásba, saját cégek, stb. stb., meg tudta azt tenni értem, hogy ő lett az én hátterem. De meg ilyet volt olyan, hogy esetleg szétmentek, vagy ott hagyott, hogyha nem, nem tudod a saját utad, mert ugye van valami, volt gondolom egy belső késztetésed, hogy neked meg kell mutatni magad, önmegvalósítás, ami benned van, az kijöjjön. Hát nyilván, amikor felkértek erre a feleséges reality-re, akkor Igen. az nálunk komoly konfliktus volt, és én beleálltam, és ő is beleállt, és, de látta egy idő után, tehát én elmentem volna ott a végsőkig, mert éreztem, hogy nekem erre szükségem van, és ő látta, ő lépett hátra, is látta be, hogy jó, akkor akkor ez legyen így. De de ő, ő tényleg rengeteget fejlődött szintén, is és, és tényleg nagyon jó társam. Tehát ez nem véletlenül tud jól működni. Maximálisan megbízik bennem. Tehát, hogy nem kell aggódnom, tehát nekem a munkám az, az nagyon rapszódikus. Tehát, hogy én én időnként két-három napra tudom előre, hogy mit fogok csinálni, és onnantól kezdve folyamatosan változik az életünk, egy, egy forgatástól elkezem minden. Napi 12-14 órákat dolgozom. Ez nem működik másképp. Egy, egy jó társ nélkül ez nem megy. És ő pedig nagyon jó társ. milyen közös céljaitok vannak most a következő időszakban, akár csak így fejlődés tekintetében, és hogy így visszakanyarodnék arra, hogy miben fejlődött benned, így ha konkrét példákat melletted, konkrét példákat tudnál mondani, és engem az is érdekelne, hogy te miben fejlődtél mellette. Én például nyilván a spiritualitás az, az menet közbe jött, hogy elkezdtem tudatosabban figyelni a, a, környezetemet. Az, hogy az alázat az úgy mindig is volt az életemben, Ö, és, és neki valószínűleg, amiben, amiben ő fejlődött, az pont, amit az előbb mondtam, hogy, 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 hogy teret mert hagyni nekem is, és hogy nagyon sok férfi szerintem úgy éli meg, amikor a, a neje elkezd veszettül sikeres lenni, hogy, hogy, hogy ő azt valahogy na nagyon rosszul, tehát hogy értsd jól, tehát, hogy de mm. hogy rosszul élik meg, tehát meg hogy személyes, személyes támadásnak veszik, és, és nálunk ez a rész például maximálisan kimaradt, lehet, hogy volt benne időnként ilyen, de sosem mutatta felém, és ahogy meg most együttműködünk, és amilyen büszke arra, amit csinálok, és, és amennyire tényleg ott van, tehát, hogy mindenre odafigyel, tehát, hogy tudja, hogy előadás előtt, mondjuk keveset játszom, mert főleg tévézés megy, vagy egy show előtt, engem már előző nap nem nagyon lehet zaklatni. Tehát a kedvenc sztorink az az, hogy ilyen szálló, tehát az ilyen szállóigévé vált a családba hogy előadás előtt mondtam hogy fél órával már senki és ez sok évvel ezelőtt volt és pici volt a kislányunk otthon volt vele és andrás nem főzött tehát ugye én voltam az aki mindig elkészítem két napra előre az ételt és akkor vagy hajnalba vagy éjszaka a ahogy alakul az életem nem tudom megmondani előre soha és előadás 15 perccel csörög a telefonom. Fölveszem a telefont, mondom, mondjad, azt mondja, hát a gyerek nagyon szeretne enni tejbegrízt. És ennyit mondtam a telefon, hogy mind megette pont hú, és leraktam a, és leraktam a telefon. És sikerült. <laughs> uh, akkor abszolút támogató mindenben, és igazából besegít a, a dolgait. Persze, dolban. maximálisan. De ez nem megy másképp, ez egy csapatjáték. Pláne az én esetemben, aki tényleg nagyon össze-vissza élek, ez, ez tényleg nem megy másképp. Kell egy stabil pont, és az nálunk ő. Ö, a, volt egy komolyabb ilyen családi dolgotok, ugye elvesztetted az ikreket. Aha. És ugye rengeteg nő, azért rengeteg nővel megtörténik ez. Ott milyen, hogyan sikerült feldolgoznod ezt az egész, mondhatjuk azt, nem tudom, traumaként, depresszióként élted meg, ami teljesen természetes. Mik voltak azok az eszközök, amik segítettek neked ebben? Hát én egy kibeszélős nő vagyok, úgyhogy én azt, azt mindenkit bíztatok arra, hogy ebben az esetben nyilván beszéljen a problémáiról, mert az nagyon sokat segít. Nem tudtam megnézni másfél évig egy Pelenka reklámot nyilván, anélkül, hogy ne, ne sírtam volna el magam. És nekem ott, jött a spirituális váltás. Tehát ott jött az, hogy akkor most én szeretném az én életemet élni. Ott jött egy nagyon éles váltás, amikor azt mondtam, hogy jó, hogyha a, a jó Isten nem azt az utat szánja nekem, hogy három gyerekes anyuka legyek, akkor mi, jó, akkor mi el vagyunk így is hárman a, gyerekkel, Andrással. Ez egy, egy nagyon erős csapat, viszont akkor mit szán nekem? És akkor, akkor jött a feleséges lehetőség, és én akkor kezdtem el saját magamat építeni, és mondom, nyitni a spiritualitás irányába, és hogy egy, egy sokkal tudatosabb életet élni. Nagyon, nagyon, sok minden járt vele, de az tény, hogy, hogy, nagyon erősen megszenvedtük. De én, én a beszélős típus vagyok, tehát nekem ez muszáj volt, hogy kijöjjön belőlem. Nagyon érdekes. Valószínűleg te is amúgy a hangoddal, maga, hogy a műsorban is kommunikálsz, kifejezed önmagadat, azzal gyógyítod is magad valószínűleg, meg az embereket. Tehát valószínűleg nálad is ez ilyen lélekküldetés. Vannak dolgok, amiről nem merünk beszélni, pedig hogy muszáj lenne. És szerintem annyian vagyunk nők ebben a cipőben, és, a, és a, annyi, annyi mindenkivel, családdal történt. Nem ilyen sokkal nehezebb ö, sorsok, sokkal nehezebb ö, élethelyzetek, de hogyha én ezzel két embernek tudtam segíteni, akkor azt gondolom, hogy már megérte. Igen, nagyon jó hozzáállás. Um, milyen. Um tanácsokat tudnál mondani az embereknek, hogy hogyan okay. legyenek önazonosak vagy hitelesek. Vagy hogyha akár itt bevehetjük most a Milla példáját is, hogy milyen, milyen tanácsokat adnál neki, hogy, hogy hogy, legyen, hogy találja meg önmagát, hogy hogyan tudjon úgy szabadon működni, hogy, hogy rátaláljon arra a kis útra, ami, ami mondjuk most te vagy. Hát figyelj, azért vele nagyon sokat dolgoztunk, tehát hogy ő egy nagyon önbizalomhiányos kislány, és euh, volt, és ez egy három évnyi kemény munkám volt. Én akkor kezdtem el nézegetni, amiket most tanítok is egyébként fiataloknak, én akkor kezdtem el nézni ezeket az önbizalomfejlesztő tréningeket, hogy hogyan tudnék neki segíteni, tehát hogy hogyan tudunk egyről a kettőre lépni, hogy hogyan tudja elhinni egy dolgozatírás előtt, amit otthon mondjuk, ezek apróságok, de hogy otthon gyakorlunk, és tudom, hogy százszázalékosan jól tudja a matek példákat, majd bemegy a dolgozatírásra, és annyira bestresszel, hogy a felét elfelejti. És akkor, amikor hazajön ilyenkor a gyerek, akkor nem az a megoldás hogy hát már nem, nem, nem írtad meg jól ezt a, ezt a dolgozatot, hanem a megoldás az, hogy figyelj kicsim, én láttam itt hogy ez működik, majd előbb-utóbb el fog tudni kezdeni működni éles helyzetben is. És ez az ég egyébként kitűnő tanuló, tehát hogy egyébként rendben, rendben vagyunk, bár ebben sem hiszek. Tehát én nem hiszek abban, hogy a gyereknek általános iskolába, versenyistálóban kell járnia, én abban hiszek, hogy legyen boldog, és azt hiszem, hogy ez is az önazonosságnak a kulcsa. Én nem akarom 14 éves koromra kiégetni és topra futtatni a gyerekemet. Legyen egy jó tanuló, legyen neki gyerekkora és talán ez még a középiskolában is érvényes, aztán majd egyetemen pedig bele fog húzni. Tehát, hogyha ő azt az utat választja magának, hogy főiskola, egyetem, akkor majd ott, akkor majd ott választ egy irányt. De hogy a szeretgetve, ölelgetve nevelés, azt gondolom, hogy a kulcsa, is, hogy nekünk mindig van este is időnk, reggel is egyébként, amikor mi leülünk, be, így bekuckózunk egymás mellé mondjuk az ágyba, és akkor elkezdek beszélgetni, meg beszélgettünk az adott napjáról, a kis lelkéről, mm -hmm. de semmiképp sem arról, hogy mi volt az ebéd kicsit ilyen mentora is, egy kócsa is vagy egy És fel. ez a legfontosabb szerintem, hogy legyen boldog az ember, és amitől meg önazonos tudsz lenni, és ezt tudom, hogy nagyon keveseknek sikerül, de hogy a gyerekeinket talán abba az irányba tolni, hogy teljesen mindegy, hogy mit szeretne csinálni az életbe, azt hagyjuk, mert hogy a munkája okozon neki boldogságot. Tehát, hogyha te azt csinálod, amire, amit igazán szeretsz, és igazán vágysz rá, ez lehet egy zseniális autószerelő, egy zseniális kozmetikus, csak vágy arra, tehát, hogy szeretve tedd a munkádat, mert hogyha azt nem szereted, akkor egy pokol szerintem az élet. Szerinted hogyan tudnak rátalálni az útra az emberek? Milyen kis tippeket, tanácsokat tudnál adni nekik? Ugye szoktam látni, vagy hát olvastam is, hogy ugye a mentoráltokat is szinte úgy kezeled, mint a saját gyerekeidet, és fantasztikus módon szíveden viseled a sorsukat. Döbbene, hogy még nálat, nálatok is alszanak, Persze. Aztán, ez döbbenetes. Persze, meg minden csinálok. Tehát amit kitalálnak, mondjuk az előző évadban volt versenyzőm a Molnár Sanyi, pár hete hívott telefonjba be. Lesz nekünk egy, egy gála műsorunk itt, Békés Csabán azt mondja, jössz műsort vezetni. Mondom, természetesen, ott a helyem. Uh -huh. Tehát, hogy így mindenben tényleg, tehát, hogy így mindenben mindenkit támogatok. Üh, figyelj, nem tudom, hogy az a, a, én kicsi korom talájtól, én már óvodás korom előtt mondtam, hogy én színész szeretnék lenni, ami abban az időszakban, mondjuk a 80-as években Bonyhádról egy picit ilyen fura kijelentésnek tűnt. Bár Bonyhádról sok tehetség származik. Igen, ha, igen, ha, igen. Barabás Évi jött, Karajos Gábor, tehát igen, ha, van, igen, 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 ez így van. Valami volt a levegőben. Valami, igen, igen, igen. És hogy... És, és a kislányomnál egyelőre például még nem látom, hogy milyen utat választ. És szerintem erre 13 éves, bőven van ideje. Tehát mondom, én erősítem minden téren, tehát hogy így az önbizalmát, ez, zseniálisak, ez egyébként ezek a jó kis játék, önbizalomfejlesztő játékok. Mm. Azt, azt fejlesztem, boldog a gyerekem, ezt látom, és ilyen pillanatban mondom, ez a lényeg. Aztán ő majd elindul, szerintem ő érzi, kicsikora óta egyébként azt mondja, hogy valamilyen szinten állatokkal akar foglalkozni, Rengeteg állatorvos van a családba, de azt mondta, hogy ezt nem szeretné, majd meglátjuk, hogy mi lesz végül az útja. Számodra egyébként ki a hiteles ember? Megfogalmazta-e így magadban, vagy így? szoktál, hogyha így a környezetedbe tekintesz? Ki az, aki hiteles? Nekem például egy egy tilla hiteles. Csak most ugye a legszűkebb körömből mondjak egy embert. De hogy de hogy látod is, tehát hogyha vele kommunikálsz, és ettől veszed túl jó műsorvezető, akkor a színpadon pont ugyanolyannak látod, mint a civil életben. Mm -hmm. Tehát, hogy semmi manír, semmi mesterkéltség, nem akar mást mutatni, mint ami. De ez azt jelenti, hogy egyébként ő rendben van saját magával. Autentikus lényéből fakad. Nem be, akar hogy... mást elhitetni, uh -huh. csak, csak azt, ami a real. És szerintem például most így hirtelen mondjuk egyből az ő neve ugrat be, de hát gondolom tudnék még mondani 75 embert a környezetembe. Mert hogy tök érdekes, hogy azok az emberek, akik nem ilyenek, én amikor ráléptem erre a kis, spiri... mondjuk nevezzük spirituális fejlődésnek erre az útra, akkor lemorzsolódtak azok az emberek, akik ebben nem illenek bele, és gyakorlatilag most már olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik hasonló utat járnak. Van egy baráti csajos körünk, tehát hogy én mennyire szeretjük mi uh -huh. erősíteni egymást. Ivon barátnőmmel ugye a feleségekbe, aki egyébként egy zseniális gazdasági szakember, tehát hogy senki nem, tehát hogy sokan tudják, de hogy egyébként a, a nagy átlag talán nincs vele tisztába. Benne van akkor a, a Margaret barátnőm, akiről mesélte, Demcsák Zsuzsi, Vince Tünde barátnőm, tehát hogy olyan emberek, akik, akik akik inspirálják egymást, és akkor összeülünk időnként, elkezdi mindenki mondani, hogy akkor mi van, hogy, és mindenkinek megpróbálunk segíteni a magunk keretein és lehetőségein belül, de egyáltalán csak lehet, hogy két jó gondolattal irányba teszed a másikat. Ez olyan szép, amikor nők felemelik egymást, és egyre több ilyennek kellene lenni. Igen, mert igazából szerintem a legnagyobb ellenség a nőknek a nők. Ez szomorú. Igen. Nagyon szomorú. Pedig a női erő mennyire sokat számít. Tudod, mennyire szomorú ez? Tehát, hogy csak a műsorokban hát a látom mű, például... A meg aztán végkér. Csak a műsorokban látom például, hogy hogy azért könnyebb talán egy picivel egy mondjuk egy jóképű fiatal srácnak a mi műsorunkban, ugye nők szavaznak azért többségében, azért az a tisztában vagyunk ezekben a műsorokban. Hát igen, mert egy pasi élvezi a műsort és nézi, de nem feltétlenül szavaz egy nő, inkább rajongó típus szerintem. Ez érzelme jobban. Szerintem igen. igen, Én, ezt, én, én, ezt, én ezt így tudom elgondolni egyébként. És, és egy, 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 nő nagyon nehezen visel el egy jó nőt. Pláne, hogyha tehetséges is. Az, az nagyon-nagyon nehezen viseli el, az nehezen megy át neki. Hogyan küzdöttél meg, ugye a médiában azért nem egyszerű érvényesülni, ezt tudjuk. Hogyan küzdöttél meg azért, ha kaptál valaha is valamilyen olyan, vagy ért olyan csalódás, ami megbíztál emberekben, nem azt mutatták, mint ami, vagy csak csalódtál, ezeket hogyan sikerült magadban ö, feldolgozni? Mert aki jó érzésű, annak egy picit nehezebb lehet ebben a közegben érvényesülni. Én mindig hagyok magamnak egy-két önsajnálati napot, elsíratom a lelkemet, meg a csalódásomat, majd utána megrázom magam, és talpra állok, és elmondom százszor magamnak, hogy rendben van. Tehát, hogy belém rúghattál, de ez igazából hosszú távon neked lesz rossz, mert egy olyan ember rúgtál bele, aki ott lett volna melletted, világéletedben és mm -hmm. segített volna. És igazából én ezt onnantól kezdve nem érzem meg hiány, nincs hiány érzetem, Tehát, hogy akkor ennek így kellett lennie, és úgy vagyok vele, hogy akkor távozott egy olyan ember az életemből, akire valószínűleg nekem nem volt szükségem. Mm -hmm. Elengedted. Most De közben csinál. meg egy csomó esetben megbocsátó is vagyok. Mm. Mik a mostani céljaidba bet, ami kifejezetten az önazonosságodat erősíti? Mondjuk ezt egyet már beszéltünk, hogy a legnagyobb az egyik nagy célod, ugye a műsorvezetés? Hát talán az a legnagyobb nyilván egy egy, egy saját műsor, egy, egy olyan műsor, ami aminek tényleg nagy visszhangja van. Tehát hogy az, az például tényleg egy egy nagyon jó cél. De az is, hogy, hogy én magam fejlődjek folyamatosan. Tehát, hogy hogy tényleg ráléptem ezzel egy olyan útra, vagy kinyitottam egy olyan szelepet, a, ami, ami eddig teljesen zárva volt a pár évvel ezelőtt, és hogy itt például a, a fejlődés, az, az, az a határ, a csillagosség nyilvánvalóan. Úgyhogy ö, 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 apróságokra vágyok, hogy, hogy igazából jogházak, hogy igazából olyan, olyan dolg, ami picit magamra figyelni, mert ami általában elszokott maradni az én életemben, és erre próbálok tudatosan figyelni. Hogy amikor elértem sikereket, akkor mindig a következőt néztem uh -huh. már. a követ, Ami fontos, hogy legyen következő cél, nem azt mondom, hogy nem, de hogy nem ültem le, és nem dicsértem meg saját magamat, vagy nem dicsértem meg a bennem lakó kis babszit, akinek igazából az volt a vágya, hogy azt csinálja, amit most én. És ez is nagyon fontos, hogy időnként csak üljünk le saját magunkkal, teljesen mindegy, szép táj elé, a, a, a Balatonpartra, bárhova, uh -huh. hogy ülj le, és, és egy picikét gondolkodj el, és egy kicsikét dicsért meg saját magadat azért, hogy eljutottál oda, ahol te jelen pillanatban vagy, és ez nekem sokáig elmaradt. Ünnepeld meg magad, ezt mindig mondják, hogy meg kell, meg kell tenni, hiszen onnan jobban tudsz fejlődni és tovább menni, és ad egy erőt ez az élmény is. Szóval még van hol az ából azt mondom, hogy az, ezek még, azért, azért még komoly célak, hogy hogy, 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 ki tudjak teljesen kapcsolni, és legyen én időm, az, az nagyon fontos. Tehát, hogy én néha azt érzem, hogy kizsigerlem teljes mértékben a, a, szervezetemet, a, a lelkemet, az erőforrásaimat, és hogy azt is vissza kell tölteni. Tehát, hogy nem csak mások felé kell folyamatosan adni, hanem magamat kéne talán egy kicsivel jobban szeretni még. Ez, ez egy komoly célom. Az egészségre nagyon figyelsz mostanában. Igen. Uh, ugye egy edzőterembe járunk. <laughs> és um, nagyon érdekelne az, hogy, és ez sokakat érint, és még ez egy ilyen fontos témának gondolom, és ez is az önazonosságnak egy része, hogy volt zavarod, ezt nyíltan hangsúlyoztad is, és ez, és ez nagyon jó, mert szerintem már csak a szűk környezetemet nézem, plusz még a social média rá is erősít. Tehát ez a testképzavar a nők 50 60 százalékát érinti és a fiatal És szerintem még az arány ezennél jóval magasabb is talán. Lehet, Te hogyan tudtál ezen? Van-e még neked most, főleg ebbe a médiás világban azért nem egyszerű, hogy ne legyen, és ne hasonlítgass a, a, a többiekhez magadat? Hogyan tudtál ezen? milyen eszközökkel felülemelkedni, vagy mit tudnám mondani, hogy aki, aki érzi, vagy a környezete már beazonosította, hogy itt van valami probléma, vagy te kest... ja, Nekem 16 évesen voltam anorexiás, Nyilván nekem volt egy nagyon szerető családom, akik viszonylag hamar felfedezték mm. ezt az egészet, és akkor egy jó párkapcsolat segített azon, hogy én másnak lássam magam. Tehát egy, találkoztam egy akkora szerelemmel, az ott életem első szerelme, aki egy olyan tükröt mutatott felém, hogy én elkezdtem magamat szeretni. De ez nyilván önmagában nagyon kevés. Tehát az, hogy én akkor eszem, amikor éhes vagy, tehát hogy sok tíz évig elhúzódik utána még az, hogy te másképp lásd magad. Ráadásul... Annyira furra, igen, pont az én szakmámban, hogy hogyha csinálsz magadon valami szépészeti beavatkozást, akkor a komment a miért csinálod. Ha nem csinálsz, akkor hogy nézel ki? Tehát igazából, ha van rajta csapka, ha nincs rajta csapka. Tehát másoknak megfelelni, egy idő után rá kell jönni arra, hogy nem tudsz. Van egy szűk környezetem nyilván, akiknek adok a véleményére, és akkor próbálok azon a téren maximálisan rájuk hallgatni, nekik valamilyen szinten megfelelni, őket végig hallgatni. De hogy ö, de hogy ezt el kell tudni engedni egy idő után, mert hogy egyébként abba bele, bele tudnál boldog. őrülni, bele tehát boldog. hogy annak semmi értelme nincs. De igazából itt megint az a kulcs, hogy elkezdeni szeretni valamilyen módon saját magadat, szerintem az a gyógyulásnak a része, hogy ne, ne csak másokat arra kapcsán volt -e olyan könyv, bármi olyan, ami segített neked? Nem olvastam semmi ilyesmit egyébként, ez teljesen érdekes, most így kérdezett is belegondolok, ne, semmi ilyesmi nem volt, tehát hogy, hogy, nekem egy szerencsés időszakom volt utána talán ezzel az első szerelemmel, és, és később sem, tehát hogy így én ilyen öngyógyító, öngyógyító módon működtem, Megmondom, egy szerencsés voltam a családommal, igazából ez volt a kulcs, de nem, nem olvastam semmilyen irodalmat erről. Uh -huh. Uh -huh. A, csak azért kérdeztem, mert sokaknak egy monkó lehet, ugye, hogyha nem merik elmondani bárkinek, vagy ilyesmi, de rengeteg ilyen tanulmány van, tehát meg lehet találni az interneten is. Beszélgettünk itt kicsit kint a, a párkapcsolatról, hogy pont a réka mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a hosszú távú párkapcsolat volt a titka, volt az előző adásunkban a, a, a fő téma, és mondta, hogy ő azt gondolja, hogy önazonosság nélkül nincs hosszútávú távú párkapcsolat, de önmagában párkapcsolat sincs. Mit tudnál? érdekes. Te? mit tudnál tanácsolni az embereknek, hogyan választanak párt? Ugye téged ez most így már nem érint, sőt, nagyon hamar megtaláltad a párodat, ami szintén nagyon ritka, és mit tudnál javasolni, vagy mi ebben a nézőpontot, hogy hogyan választunk párt? Vagy... Nem tudom, szerintem lilaködből azért nagyon nehéz. Tehát, hogy elnézve a környezetemet, tehát, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a jó ég mentsen meg a pusztító lilaköttől, ami leszáll, és igazából olyan döntéseket hozol, hogy így romba döntöd az egész addig felépített életedet. Tehát, hogy az sosem jó irány, mert akárhány barátnőmnél láttam, egyszer csak hiába mondod neki, Felszáll a lilaköld, és akkor meglátja, hogy tulajdonképpen kit választott. De hogy, hogy nagyon jó recept párválasztásra nincs. Én, én azt mondom, hogy most le mondhatnék okos dolgokat, de rohadt nagy szerencsek kell hozzá, szerintem. Na, nem, nem, ez nálam például nem tudatos volt nyilvánvalóan, és pont ezért mondom, hogy hogy ez egy akkora áldás az élettől, amikor te egy olyan partner találsz, akinek 18 év múlva is van mondandó. Hát, ez tényleg egy és beszélgettünk Andrásról egy, egy ismerős párkapcsolatának, beszéltünk, hogy hát nem jól működik, stb. Uh -huh. stb. és hogy mennyi hibát követnek el az emberek. És akkor egy kérdezte azt, hogy hát, tényleg azt, nekem van olyan idegesítő tulajdonságom, amit nem szeretsz. És ültem az autóba, pont mentem haza este munkából, én este kilenc körül, és akkor gondolkodtam, és mondom, Várjál, gondolkodnom kell rajta, hogy van-e idegesítő tulajdonságod. És mondom, igazából így nincs. De jó, hát ez nagyon jó. Mit tehát, szólt hogy, hozzá? Hát nem, örült nyilván, tehát hogy így csak se tette fel ezt a kérdést, és így bennem ez tegnap tudatos volt, hogy, hogy igazából én, én úgy szeretem, ahogy van. Ez jó. És fordítva nem kérdezted meg ugyanezt? De, de, de nem válaszolt. <gül> <gül> Diplomatikus volt akkor. Nem válaszolt. Nyilván én akkor vagyok egy kicsit feszültebb, vagy idegesebb, amikor mondjuk éhes vagyok, vagy fáradt vagyok, de szerintem ez a, ezzel mindjárt így, így vagyunk. Így van a gyerekem is vele, és egyébként így van a férjem is vele. Csak én ezt nem élem meg idegesítő tulajdonságnak, mert tudom, hogy így működik. Tehát nem kell mindenem felkapni a vizet. Tehát, hogy így nem kell mindig mindent egy kapcsolatban szóvá tenni. Tehát, hogy, hogy, hogy az emberek ilyen folyamatosan kontrollálni akarják a másikat, nem kell. Tehát egy, egy, tehát egy párkapcsolat, egy szerelem, az, az, az a teljes szabadságban tud jól működni. Tehát abban a pillanatban, hogy be akarod zárni egy kalitkába, abban a pillanatban az egész meghal. Tehát, hogy azt mondom, hogy jobban kell szeresd a párodat saját magadnál, és akkor tud jól működni. És egyébként én, én nagyon szeretve vagyok. Tehát, hogy én találtam egy olyan társat az életembe aki sokkal jobban szeret saját magánál, és, és hogy ennél nagyobb dolog, hogy ő mindig az én érdekeimet nézi, én pedig próbálom az ő érdekeit nézni, szerintem nem tud működni másképp, és nem tud jó lenni másképp, és ez nem azt mondom, hogy nálunk nincsenek viták, de ilyen két percesek tudod, amikor én valaki felcsattan, hogy és az is általában mondom, azért van, mert fáradt, vagy éhes, vagy valami nyűgje van. Tehát, hogy Jön, és akkor jön, hogy valami problémád van velem, mondom, dehogy veled, mondom, saját magammal. Eszem egy picit, aztán utána folytassuk, addig menj odébb. De már ismeritek egymást, aztán Persze. ezeket tudják. csak mondom, el. hogy nem kell mindig mindent szóvá tenni. Uh, nagyon érdekes, azért mosolyogtam ennyire, mert a, a Réka ugyanezt a mondatot Na, mondta. Kom, tehát, nem tehát Ebben már most már biztos, hogy valami <laughs> van. Ez a... a receptnek az egyik biztos, hogy a, vagy a titoknak az egyik receptje, az biztos, hogy ez. Hogy És nem a... kell, meg lá... ismerd annyira a másikat, hogy tudod, hogy mikor maradsz csöndbe. De tényleg, látom, hogy hogy jön haza, mikor feszült, mikor nem. Hagyni kell, elték egy fél óra, óra, úgy is jön, aztán elkezdi mondani a magáét. Majd amikor úgy érzi, én is így vagyok. Hazamegyek a munkahelyemről, a legrosszabb kérdés az, hogy na mi volt bent. Hát abba volt a megész nap. Hát most szeretnék egy kicsit kikapcsolni, másról és veszem. lehet, hogy két nap múlva elmosélek neki egy olyan sztorit, hogy nem is mondtad, mert mondom, akkor nem akartam. Hát most vagyok készen rá, mert másról szeretnék. Ha hazaérek, akkor az egy Teljesen Laza, más közeg. Igen. Ez egy más közeg, ott, ott mást kap az ember, ott, ott másképp töltődök a munkahelyemen, és másképp töltődök otthon. Igen, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy hagyjunk teret a másiknak, hogy hogy csinálja úgy. Meg ne hívogasd 0-24-be, nem kell folyton a telefonodon lógni, üzengetni, ellenőrizni, kontrollálni, hát megölöd az egész kapcsolatot. Hát tudod, sokan nem mernek a, egyedül lenni, nem mernek a, a, saját maguk dolgaikkal jobban foglalkozni, egy kicsit jobban megismerni magukat, mert akkor nem csinálnák ezt. Igen, de hogyha te, ez nagyon nagy igazság egyébként, de hogy, hogy tényleg úgy tud jól működni egy kapcsolat, hogyha te egyedül is jól meg vagy saját magaddal. Tehát, hogy akkor tudsz teljes értékű ember lenni egy pár kapcsolatban is, mert nem a másik feledet keresed, ez, hülye, ez, ez nem, hanem hogy nem is tudom, hogy kinél hallottam, ezt nem két egész találkozik. Nem is tudom, hogy ezt kimondta egyébként, de hogy ez egy nagyon nagy igazság, hogy nem két fél ember találkozik, mert abból nem, nem jön ki semmi jó, hanem két teljes értékű boldog, önmagában, önmagában is boldog ember, és akkor tud akkor valami csoda kisülni belőle. maximálisan egyetértek. Még egy utolsó kérdés. Mindenkitől megkérdezem, milyen számodra az igazi férfi, így igazából így általánosságba kérdezném. Ja, mert még az lett volna a válaszom egyébként, hogy olyan, mint a férjem. Igen. De hogy... És ugyanígy egy igazi nő, és akár mondhatod, hogy ö, ö, benned milyen tulajdonságok vannak meg, tehát ezt kifejthet egy nyugat. Én nagyon szeretem, hogyha egy férfi nagylelkű és, és gálás, és ezt most nem úgy kell érteni, hogy egy, egy ö, rengeteg ajándékot vesz a másiknak, csak hogy amikor nem kezdünk el ö, apró dolgokon, tudod hogy ezt most miért vetted meg, erre most miért uh -huh. volt szükség. De ezek nem nagy dolgok. Tehát, hogy emlékszem, hogy amikor mi ismerkedtünk, és mondjuk elmentünk ilyen többen barátnőkkel együtt, vagy csapattal ö, ö, kajálni, és, és ugyanezt láttam egyébként mondjuk több kollégámnál is, hogy mindjárt mesélek egy sztorit, és akkor, hogy ő hogy ő meghívott másokat is vacsorára. Én például, ha elmegyek a barátnőimmel, akkor azért megy a küzdés, hogy kifizessen, nem az, mm -hmm. hogy akkor dobjuk össze, majd legközelebb te jössz. Igen. Tehát, hogy, hogy nincs, nincsen benne ennyi, de persze ehhez az is kell, hogy nyilván megtehess. De ezek a legapróbb szinteken is, hogy ha jön valaki hozzánk, akár dolgozni, kerítést festeni, nem tudom, én mindig főzök. Tehát, hogy nálunk mindig van egy táléter mindenki számára. És mondjuk, tehát, hogy ezen a szinten is. Az, hogy nagy lelkű tudjál lenni másokkal. Igen. És mondom, ez nem csak arra értendő, hogy hogy ilyen meg tudod-e hívni, vagy mert ha nem, akkor be tudod hívni a házadba, és ez és valahol mindenkinek nagyon jól esik. Kedveskedés. Ez nagyon jól esik. Emlékszem, hogy ilyen nagyon, hát a színészek, a mindenkinek ilyen téves elképzelése van arról, hogy mennyi pénzt keresnek, és emlékszem, hogy még amikor így jártuk a vidéket, és játszottunk egy darabot Ankonai Szerelmesek címmel, ez egy magyar darab, Vajdakatika írta, csodálatos olasz slágerekkel, és a, a főszereplő a Majesz volt Majka. Tehát mi Jau. évekig játszottunk egy színházi darabba, zseniális volt benne nem a Csávó tudtam, egyébként. Hogy ő játszott Na színhában. ő zseniális volt ebbe a darabba, de nem is ez a lényeg, hogy hát azért, azért mondom, hogy mi kapcsolatunk már nagyon rég, hosszú ideje datálódik, tehát sem mi évekig, évekig játszottunk együtt egymás partnereként színházba. És elmentünk valahova fellépni, elmentünk kajálni, beültünk valahova, ebéd, nem tudom mi. És pontosan tudta, hát akkor ő már járt fellépésekre, saját lemezei voltak, saját anyaga. És hogy képzeld el, hogy mire megvacsoráztunk, kifizette mindenkinek mondjuk a vacsoráját. Na, ez, igen, ez egy úri ember. Tehát, hogy Csak ez például tekeni, nagyon, igen. na így értem, hogy valaki nagyvonalú és, és gálás. Ez, ez, ez számomra nagyon fontos az a baj, hogy nekem pasiba fontos az, hogy legyen nagyon jó stílusa, tehát ugye ez, ez, ez tehát Megértelek. hogy egy férfi ne szép legyen szerintem klasszikus értelemben, hanem humoros legyen, legyen nagyon igényes magával szembe, és, és mondom, tehát nekem az öltözködési stílusa is legyen egyel extrémebb, mint, a, mint az átlag, ez nekem például nagyon uh -huh. fontos, nem tudom, ez valami miatt nagyon tetszik. Az tényleg fontos, hogy a, a párkapcsolatban szeressük jobban a másikat kicsit, mint saját magunkat, mert hogy csak önzőséghez vezet, ha nem. És a nőnél is én azt gondolom, hogy ha egy, egy nő magával szemben is igényes, kedves, odafigyel a párjára, nem egy hárpia, uh -huh. szeretet jön belőle és jó kedv, szerintem azt a nőt senki nem akarja elhagyni. Hát legyen ez a végszó, Babett, mit szólsz hozzá? Nekem tökéletes. <laughs> Nagyon szépen köszönöm, hogy Én itt köszönöm. voltál a műsorunkban. Nagyon csoda gondolatokat osztottál meg, és tényleg csak arra tudom buzdítani a hallgatókat, hogy hogy tanuljunk a gondolataidból, és, és egy kicsit nézzünk, hogyha nem így gondolkodunk, akkor egy picit nyissunk a felé, hogy akár ebben lehet valami. Pozitívan kell nézni, tehát hogy, hogy, minden helyzetből kihozni szerintem a pozitívot. természetesen vannak extrém helyzetek, nem erről beszélek, de hogy, hogy, hogy nem mindig a, a, a rossz végét fogjuk meg a dolgoknak, hanem hogy nem tudom. Hogyha elhúzódik egy munkanap, akkor ne az legyen, hogy már megint itt kell ülni, hanem de jó, együtt, munkák, vagyunk. együtt vagyunk. Együtt vagyunk. Hát akkor most így telik. És mennyivel jobban telik, hogyha így fogod föl, mint hogyha kesereks, hogy ez most így alakult. És minden nap csak egy napunk van. Sose tudhatjuk, mit hoz a jövő. Meg kell élni a pillanatot. Egyet értünk. Hálás vagyok, hogy itt voltál én még is, egyszer, én köszönöm. és szodás napot kívánok neked. A hallgatóktól pedig búcsúzom. Köszönöm szépen.